Ezt a nagy kapacitású kutat tavaly építették Kishegyesen. Bács-Fekete-hegyen elkészült a település vízvezeték hálózata cseréjének tervdokumentációja, Szikicsen pedig egy új kutat fúrtak. Mindezt a vízminőség javításának érdekében tették. A minőség megfelelő. Na most az az igazság, hogy azért el kell, hogy mondjam, hogy mi otthon azért szűrve isszuk, tehát egy ilyen vízszűrőt használunk, de főzésre, tisztálkodásra és egyéb célokra szűretlenül is megfelel. Az elmúlt időszak egyik legnagyobb beruházása a Topolyai úti buszmegálló átépítése volt itt Kishegyesen. A végső simításokat még az idei év első hónapjaiban elvégzik. Az önkormányzat a tartományi gazdasági titkárságnál pályázott, és 1,9 millió dinárt nyert a buszmegálló felújítására. Ehhez még saját eszközöket is társítottak. Biztonságosabb lett, tetszik az új buszmegállónak a dizájnja is, és nagyon örülnék például, hogy a központban is hasonló módon felújítanák. Tavaly kiépítették a község mindhárom településén a térfigyelő kamerarendszert. Ezt az idei évben bővítik majd egy pályázati forrásnak köszönhetően. Szintén pályázati pénzeket nyertünk, forrásokat nyertünk az ipari parkunk fejlesztésére. Ezt kiegészítjük az idén saját forrásokkal, és ezt a pénzt az ipari parkunk infrastruktúrális fejlesztésére fogjuk fordítani, ezzel is elősegítve a befektetői kedvet, valamint az itt lévő vállalkozóinknak is funkcionálisabbá tesszük ipari parkunkat. A községi elnök helyettes elmondta, nehéz év elé néz az önkormányzat. Idén is kijelölték a prioritásokat, és a realitások talaján szeretnének maradni. Csak azokba a projektekbe kezdenek bele, amelyeket meg is tudnak valósítani.